rovatot támogatja a Kristál Pharma Kft., a Flavin Hét forgalmazója. A napom kedvenc része, és bevallom őszintén, el se tudnám képzelni enélkül, az indító kávé, a forró fekete, de hát ugye most tudtam meg, nem csak kávébabból lehet kávét készíteni, hanem másból is, de miből? Így van, nem csak a kávébabból, tehát ebből a növényből lehet kávét készíteni. Talán úgy pontosabb a dolog, ha azt mondjuk, hogy presszót készíteni, hiszen a kávéfőzővel elkészíteni ezeket a főzeteket. Manapság már csinál a gabonából például kávékat, amit hasonlóképpen megpörkölnek, mint ahogy megpörkölik a kávébabot. Ezzel a hasonló ízvilágot érnek el, ugye koffein nélkül. Viszont készítenek például kávét gyümölcsökből is, ami egy sokkal jobb választás talán. Gyümölcsökből? Mégis milyen gyümölcsökből lehet kávét készíteni? Erről még soha nem hallottam. Leginkább azokból a gyümölcsökből érdemes kávét készíteni, ami szerencsére Magyarországon nagy mennyiségben megtalálható, például a cseresznyéből, szilvából, szőlőből, ezeknek a szárított héjából, magjaiból. Miért teszek én jót akkor a szervezetemnek, hogyha a kávébabos kávé helyett, a megszokott kávé helyett gyümölcskávét kóstolok? Gyümölcsök héjában van. Na, például a vörös gyümölcsök héjában a flavonoidok, amelyek életemnek rendkívül hasznosak, szív és az érrendszer területére rendkívül hatással vannak. Komoly, szabad gyöksemlegesítő hatású, rendkívül erős antioxidánsok találhatók benne. A magvaknak az anyagai találhatók benne, amely magvakhoz egyébként, magvaknak a belanyagai, beltartalmaihoz sehonnan máshonnan nem jutunk, csak ezzel a technológiával. Ez a főzet az agynak az üzemanyaga. Olyan, a szőlő magból olyan anyagok kerülnek magába az italba, amelyek az agy funkcióját, a munkáját, a figyelmet, a kognitivitást, a memóriát jelentős mértékben javítják. Hát, hogyha már ennyit beszéltünk róla, a meggyőző ereje nagyon jó, úgyhogy kipróbálnám és megkóstolnám. Valóban megkóstolnám? Megkóstolom, igen. A magból telítetlen sírok jönnek, a héjából pedig vízoldékony anyagok. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tejen kívül ez az egyetlen egy természetes emulzió. Ugyanúgy el lehet egyébként készíteni ezt is, fogyasztani, ízesíteni, mint mondjuk egy kávét? Így van, ezt a kávét is ugye ízesítik tejjel, vagy cukorral. Érdemesebb a gyümölcskávét, eleve fruktózt tartalmaz. Érdemesebb mézzel édesíteni, hogyha valaki szereti a nagyon édes ízeket, de nagyon sokféle gyógynövényt lehet hozzákeverni, ezáltal fokozni az élettanilag jótékony hatását. Nagyon-nagyon kellemes az illata, az íze is, valóban egy kicsikét édeskés. Hát egy rossz nap igazából indulhat fekete kávéval, de egy jó nap mindig gyümölcs kávéval indul. A rovatot támogatta a Kristál Pharma Kft., a Flavin Hét forgalmazója.